Műsorunk biztonságáról a Védelem Holding ZRT gondoskodik. A műsor támogatója a 383 ásványvíz, a Belmont Ház és a Mercury Jewel ékszer. Együttműködő partnerünk az úti célok szakértője, a Tourflow. Köszöntöm Önöket a TV2 vadonatúj műsorában, a Bitter magazinban, ahol elhozzuk Önöknek az üzleti, a közösségi és a művészvilág legizgalmasabb pillanatait, fogadásait és exkluzív interjúkat is. Tartsanak velünk az elkövetkező fél órában! Hamarosan ellátogatunk a Bitter magazin exkluzív rendezvényére, a Bitter Eventre, ami az Il Bacio di Stilben került megrendezésre. Majd megtudhatjuk, miért visz helikopterrel méheket a Himalájára a milliárdos Börmen család egyik tagja, de előtte nézzünk szét Budapest belvárosának szívében. Sziasztok! Köszöntelek titeket a Bitter Street rovatunkban. Gyertek velem, nézzük meg, kiket sikerült ma Lencse végre kapni. Ivani Dzsinát az Intercontinental Hotel előtt kaptuk Lencse végre, aki éppen egy üzleti megbeszélésre érkezett a szállodába. A hamarosan jogász karrierjét elindító Dzsina elárulta, nagyon szereti az elegáns és egyedi kiegészítőket, ezért is kezdte el saját vállalkozását, ahol ékszereket készít. Ékszerek egy éve vannak, a Stephanie Jewelry's, nagyon-nagyon szeretem őket, igazából a kreativitásomat élem ki, és szüleim már 30 éve egy plasztikai sebészeti klinikát vezetnek itt a közelben, pont oda megyek, és a Vee Beauty pedig most fog nyílni, most mennyit, és hát annak a ötvözése egy ilyen yin-yang, a plasztikai sebészeti klinika, illetve a kozmetikai szalonnak az egyessége, és most hoztunk egy francia terméket, a Biologique Recherche-t, és annak lesz egy ilyen nagyon-nagyon szép bemutatója most hamarosan egy hónap múlva, és arra készülünk nagy erőkkel. Anfisa Bulgakovával a Four Seasons Hotel előtt futottunk össze, aki épp egy kávéra érkezett barátnőivel. Egy minőségi gyerekruha márka tulajdonosaként, valamint a családi borászati vállalkozás marketing vezetőjeként helytálló Anfisa találkozásunkkor éppen vásárolni indult barátnőivel, ahonnan edzeni megy majd tovább. Sziasztok, csajok! Épp láttam, hogy leültetek kávézni. Meséljétek egy picit, mit csináltok így délután? Kávézgatunk, utána elmegyünk szerintem egy picit sétálni a Dunaparton, de általában mi vasárnaponként itt össze szoktunk gyűlni, mert imádjuk ezt a helyet. Fantasztikus időnk van, úgyhogy megbeszéljük a női teendőinket. Szuper, és itt éltek Budapesten? Hát én most már lassan 25 éve élek itt családommal. Kiskorban jöttem át, és azóta itt vagyunk. Oké, és a barátnőid? Ők is budapestiek? A barátnőm látogatóba jött, ő ugye csak egy pár napra, a másik barátnőm pedig a Ferencváros edzőjének a felesége, és most már több mint 2 éve élnek itt. Az utolsó kérdésem pedig az, hogy van-e esetleg kedvenc helyetek itt Budapesten? Hú, rengeteg kedvenc helyünk van, mert egyre több új hely nyílik. Nagyon sok olyan étterem van, aminek fantasztikus a konyhája. Több Michelin csillagos étterem is van, úgyhogy általában, hogyha megnyílik egy új hely, azt rögtön meg is nézzük. Oké, köszönöm szépen, csajok, akkor szép délután nektek! Köszi, szia! Pák Nellivel a Párizsi udvar előtt találkoztunk. A hosszú ideje nem látott barátnőjével, Nelly Ajra Petovával ebédre érkező sikeres üzletasszony mesélt saját és a férjével közösen vállalt projektjeiről. Nelly elmondta, a jelenleg legnagyobb terveik egyike a Munkácsi gyűjtemény kiállításához hasonló 20. századi magyar modern művészeti kiállítás létrehozása és annak világszintű bemutatása. A modellkedés mellett kineziológusként és NLP szakemberként is dolgozó Nelly más nagy küldetése, hogy az alternatív gyógyászati módszereket közelebb vigye a hagyományos orvosláshoz.
Diana Nyeszkájával az Andrássy úti Minute Lounge & Bar előtt találkoztunk. A barátnőjével ebédelni érkező Diana aznap délutáni programnak még egy könnyed edzést és egy családi programot iktatott be. 5 évig a moszkvai Accor Hotel értékesítési és marketing osztályán, valamint a családi vállalkozásban, az Arte Bellezza szépségszalon és az olasz ruhabutik vezetésében dolgozó Nevskaya elárulta, egy éve költözött Budapestre, és egyik nagy célja, hogy megtanuljon magyarul. Napjainkban nagyon sok helyről halljuk, hogy mennyire fontos a megfelelő mennyiségű folyadékfogyasztás, és hogy ennek nagy része víz legyen. Miért és milyen ásványvizet fogyasszunk? A legfontosabb dolog, hogy minőségi ásványvizet fogyasszunk, és ásványvíz legyen. Jó az, hogyha az ásványvizet az összetétele 500 mg per liter old ásványvizet tartalom alatt van. Nagyon jó, hogyha lugos a víz, mert napjainkban nagyon fontos a 3-4 liter folyadékbevitel sűrűn, és mivel hogy lugos vizet fogyasztunk, akkor az öltségeink kicsit felgyorsul. Vannak olyan ásványvizek a piacon, ami mondjuk metakorsabban gazdag, mert nagyon jó sejtre generáló hatása van. Én úgy gondolom, hogy manapság sok vizet sokszor ígyunk meg. Azt a 3-4 litert azért fogyasszuk el. Miért fontos, hogy ásványvizet és ne pedig üdítő italokat fogyasszunk? Tulajdonképpen azért, mert kalória és cukormentes, és a sejtregenerációhoz, illetve a hidratációhoz elengedhetetlen a kellő mennyiségű napi ásványvízbevitel. Igyekszünk minden termékből prémium kategóriát vásárolni, igaz ez az élelmiszerek esetében is. Mitől lesz egy ásványvíz prémium kategóriás? Egy ásványvíz prémiumítása abban nyilván, hogy nem csak a csomagolásával, hogy újrahasznosítható esetlegesen a csomagolása, hanem a hozzáadott értékét tulajdonképpen a víz minőségétől, ami törekszik arra, hogy minél természetesebb legyen, az ízében minél finomabb. Ezért kérem mindig a fogyasztókat arra, hogy olvassák el a címkét, azon mindenfajta hasznos információ megvan a fogyasztásával kapcsolatosan. A rovat támogatója a Védelem Holding ZRT. Bitter Event rovatunkban hétről hétre járjuk az exkluzív rendezvényeket, fogadásokat. Ezekből láthatnak most egy rövid összefoglalót. Műsorunkban itt a Bitter magazinban hétről hétre elhozzuk az üzleti és közösségi élet szereplőit. Exkluzív interjúkat is láthatnak hírességekkel, sportolókkal, művészekkel, sikeres üzletemberekkel minden adásunkban. Most a 2018-ban indított Bitter Events tematikus rendezvénysorozat egyik eseményére látogattunk el. Bitter Events mellett Bitter by Weekend elnevezésű rendezvénysorozatot is tartanak az Il Baccio di Stilben. A Bitter magazin 10 évvel ezelőtt indult Törökországból. Beszámolunk arról, hogy a közélet szempontjából milyen fontos rendezvények zajlanak a városban. Nem csak híres embereket, hanem sikeres üzletembereket is bemutatunk. Létrejött már egy Bitter közösség, akiknek rendszeresen tartunk zárt körű Bitter rendezvényeket különféle koncepciókkal. Három fő struktúránk van itt a Bitter magazin TV változatában is. A Bitter Street az utcai fotókról szól, a Bitter Events a nagyobb rendezvényekről, amik a városban vannak, vagy éppen mi rendezünk, és a harmadik az ismert emberekről, művészekről, sportolókról, sikeres üzletemberekről szóló interjú sorozatunk. Egy ilyen életérzés. Budapest az egy ilyen élő város, és azt gondolom, hogy ennek helye van. A Fatival egyébként nagyon jóban vagyunk, és az eddigi partján is részt vettem, amint tudtam, aztán egyet hagytam ki. És hát a helyszín az gyönyörű, nagyon örültem, hogy itt az Il Baccióban kerül megrendezésre, mert szerintem az egy nagyon-nagyon szép helyszín, és nagyon elegáns hozzá. Nem csak kizárólag celebekkel foglalkozik, hanem tulajdonképpen olyan személyekkel is, akik mondjuk azért sikeresek, mert nem celebek, és értéket teremtenek, értéket közvetítenek, akiket érdemes követni és figyelni. Nagyon jó,
kis társasági esemény, ahol lehet találkozni sok baráttal, ismerőssel. Hát ahogy minden sikeres ember kicsit motiválja vagy önmaga, vagy mások sikere, úgyhogy azt gondolom, hogy minden sikeres embernek pozitívan kell, hogy induljon a napja, hiszen ez adhat egy lendületet, egy ideális napkezdéshez. Bitter magazin által üzemeltetett Lunch élő zenével indul útjára Budapesten. Megérkezett a Weekend by Bitter az Il Baccio di Stilbe. Zavadszky Mónika barátaival együtt ünnepelte születésnapját. A Szemlátomás nagyon boldog ünnepelt kedvesével Bite Palival érkezett születésnapi bulijára. Basovsky live show zenei összeállításával pörgette fel a hangulatot a Weekend by Bitterben. A vendégek között megjelent Rogán Cecília is. Hogy érzed magad? Hát én belecsöppentem itt egy születésnapba, egy kellemes társasággal érkeztem, és fantasztikus ez az este szerintem. Itt ez egy nagyon gyönyörű rendezvényhelyszín. Úgyhogy remélem, hogy egy tartalmas esténk lesz ma. A Fatti ez szenzációs fiú, hogy újra meghívott ide a Bitter magazinnak a partijára, és ennél szebb dolog nem lehet, mikor az emberek találkoznak egymással, rengeteg ismerősöm van itt, a régi királynők, az új, szép, gyönyörű lányok, és mindenki, és úgy átölelnek szeretettel bennünket, és jól érezzük magunkat, kellenek az ilyen bulik. Nagyon szeretem, hogy a partik mellett a Bitter magazin bemutatja a hírességek mellett a hétköznapi embereket is, ami rendkívül szimpatikus számomra. Balogh Simona, Nagy Renáta és Tripolszky Anna is részt vett az eseményen. A rovat támogatója a Védelem Holding ZRT. Bitter interjú rovatunkban sikeres embereket mutatunk be. Most egy olyan üzletembert láthatnak, aki a Himalájában termeli ki a mézet. Ráadásul úgy, hogy 6000 méter magasra viszi fel a méheket helikopterrel. Exkluzív riport a sikeres indiai vállalkozóval, Chetan Burmannel. A családi vállalkozásunk több mint 135 éves, és az egyetlen üzleti tevékenységem itt a művészet. Műkincseket gyűjtök, felújítom, kereteztetem őket. A Magyarországon élő neves indiai Burman család tagja Chetan Burman a családi vállalkozás indulásáról és a Dabur márka megszületéséről mesél. And my company is over 135 years old. A családi vállalkozásunk több mint 135 éves, és a hagyományos indiai ajurvédikus gyógyszerekkel foglalkozunk, ami egy tradicionális herbál gyógyítási mód, ami több mint 4000 éves. A mi vállalkozásunk a legidősebb ezen a területen. Ez a vállalkozás egy ételházhoz szállításból nőtte ki magát, amit az ükapám üzemeltetett. Pioneer in these
Ő volt az úttörője ennek az ajurvédikus gyógyászatnak. After that we transformed our medicinal. Később mi átalakítottuk ezt a hagyományos ajurvédikus gyógyászati vonalat, és a gyógyszertárakból a szupermarketek polcaira vittük a termékeinket. Így ezek fogyasztási cikkekké váltak, és a gyógyszerek, amikkel kezdtünk, átalakultak egészségmegőrzési és szépségápolási termékekké. Transitioned to health and beauty. Dabur India Limited has a turnover of. Ez egy $1,5 millió befektetés volt, ami mára 12 milliárdossá nőtte ki magát. Egészen pontosan 12,5 milliárdos lett. You know, having a family manage in various aspects of the company doesn't really make sense. Majd a McKinsey-től azt a tanácsot kaptuk, hogy a család adja át a cég vezetését inkább a szakembereknek. Day-to-day management of the company and hand over the reins to the professionals. A hatalmas festmény és műtárgyűjteménnyel rendelkező üzletembert a művészet iránti szenvedélyéről és kollekciójáról is megkérdeztük. Collecting art for the last 10 years. Az elmúlt 10 évben gyűjtöttem ezeket a műtárgyakat. És ebben a 10 évben jártam aukciókra, árverésekre, galériákba. Sok helyről sikerült mindezt összeszednem, amit most itt láthatunk. Néhány esetben ez valóságos kutató munkát jelentett. You know, or in some cases I've actually commissioned work. A gyűjtemény bemutatása mellett bevezet minket a részletekbe is. This is a very eclectic collection of art. Ez egy nagyon eklektikus gyűjtemény. Soha nem kezdtem egy bizonyos művészeti irányt gyűjteni. A műveket nem csak az értékük, a vizuális megjelenésük, szimbolikus jelentésük miatt gyűjtöm, hanem azért is, mert magában nagy örömet okoz az átélésük. And you know, these are some of the reasons I like this art is because it brings me a lot of pleasure to look at it. A kínai művészet is érezhetően jelen van, ha körülnézünk. Jól láthatjuk. A legtöbb ilyet én befektetésnek vettem. Ezek mind múzeumba való minőségűek. I will go up substantially in value. So I bought it as an investment. This is all you can say museum quality work. A 18. és a 19. századból valók. Az ott például Nagy Sándor hadjárat sorozatát ábrázolja. New Yorkból hozattam Magyarországra. Sok minden látható itt. Ott azon az oldalon indiai istenek és istennők. Itt a másik oldalon pedig Kali istennő, a rombolás istennője. De ez egy elég visszafogott verzió róla. Ott Ganéza, a vállalkozások istennője látható. Sokfajta dolgot láthatunk itt. We have Ganesha over there. So we have all kinds of things here. Elmeséli, mit gondol a festményeiről, és hogy azok közül melyik a kedvence. All the works of art that I have here. Minden itt látható művészeti alkotás az én nagy szerelmem. És nem is lennének az otthonomban, ha ez másképp lenne. Nem veszek meg semmit, amiben nem szeretek rögtön bele. Nem kutatnék fel egy alkotást sem, ha nem vágynék rá. Ezek nem csak azért vannak itt, hogy fedjék az üres falakat. Mindegyik alkotás jelent valamit számomra. Egyfajta különleges kapcsolatom van velük. És ha ezt érzem az elején, akkor rögtön megszerzem. A világ egyik legjobb minőségű mézét a Himaláján termesztik. Burman erről a különleges mézről és népszerűségének okáról mesél. Well, this honey. Nos, ezt a mézet nagyon nehéz termeszteni. Ezt addig nem tudtam, ameddig nem tapasztaltam meg. A méheket felvittem a Himalájába egy helikopter segítségével, és mindenki azt kérdezte tőlem, hogy mi a fenét csinálok. Miért fogtam bele egy ilyen őrültségbe, ami rengeteg pénzbe kerül? Nos, ha nem próbálod, akkor nem is tudhatod. Felvittem hát a Himalájába, ami amellett, hogy nagyon látványos, a méz rendkívül jó minőségű és ízű lett. Valamint benne vannak mindazok az enzimek, természetes hatóanyagok, amik messze-messze, akár 5-6-szorosát tartalmazzák a hagyományos méznek.
mindenféle szennyeződéstől mentesen, vegyszerek, tartósítószerek és hozzáadott anyagok nélkül, teljes egészében természetesen és tisztán. It was absolutely clean. Organic, I would say even better than organic. Próbálok most terjesztőket is keresni, hogy Magyarországon is elérhető legyen. Meglátjuk, hogy alakul. Játsszon és nyerjen a Bitter magazinnal! Küldj el a helyes válaszkódját péntek éjfélig a 0630 55 55 440-es telefonszámra. Arra várjuk a választ, hogy minek a fogyasztására hívtuk fel a figyelmet a sejtregeneráció segítése és a hidratáltság fontossága miatt. Ha úgy gondolja, hogy ásványvíz fogyasztásra, küldje a Bitter 1, ha viszont üdítőitalokéra, küldje a Bitter 2 szót SMS-ben. A helyesen válaszolók között kisorsolásra kerül egy darab 10.000 forint értékű ajándékutalvány a 383 ásványvíz felajánlásával. Ennyi volt már a Bitter magazin műsora, köszönjük a figyelmüket. Megtekinthetik műsorainkat a TV2 weboldalán, illetve közösségi oldalunkon. Találkozunk jövő héten is, a viszontlátásra! Műsorunk biztonságáról a Védelem Holding ZRT gondoskodik. A műsor támogatója a 383 ásványvíz, a Belmont Ház és a Mercury Jewel ékszer. Együttműködő partnerünk az úti célok szakértője a Tourflow.